rajongás. Mindenhol. Igen, tessék. Pedig azt hittem, hogy valaki. Tisztesek a lidéccel, hogy valami. Vigyázzon az illen bolond ember, hogy vigyázzon? Hát mindig csak Samu, ezért nincs. Menjen pokus segíme, én csak olyan bolond, mit kell, nem bolond. Ó, látad, és az iskolában is mit teszek én. Ne arra gudjon. Én sem adok jól. Én pedig haragszom, Samu. Csak mindig, Samu. Ezért nincs. Kit akar azon a botjába? Vigy a gyereknek, hoztam meg. Más. Te ne kezdjék. A maga fiának mondja azt. Azt mondta, azt nem, adjon a boltból egy fiát a kocsisnak, és annak az úrnak, aki hozzánk jár. Mellék az a hozzánk jár az úr. Most az ördög tudja, az is hozzánk jár, a másik is hozzánk jár, mind a világ csak hozzánk jár. Mellék az a hozzánk jár az úr. Ha tudja, miért kérni? Az asszonyám, azt mondta én nekem, de figyeljen jól én, hallgassa én nekem. Kocsisnak két muszelő köpönyel, ő jó lesz neki. A pukovai posztó, a lanaga, kalapra húsfő, nagyjára egy bokor, sucstollad meg. Nyolc év nyaklaló keskenőnek, és te még neki. Kis üveg narancs és egy párnád mi. Az úrnak pedig, aki hozzánk jár, adjon egy pár kacsát való billés. Ha felírta, jöhet egy pont, az nem számít, ha billést van. Ezen kívül nekem adjon kettősnek való pacsalatot, azt mondjának meg, mint hogy kevésese van, küldjön egy babábot, meg egy magába felállhatják. Ilyen végül, Samu, hogy magába felállhatják. Az azt mondja, babáb kell, mi? Hát azon lehet kis egy jelzre, mi? Hogyan? Hasam én neked. Csak menj vissza, te kicsi babáb. Hát menj vissza! Nem vagyok én a polgat. Babáb, Samu, minden neked. Jó, bizony, tehát a kolom. Lázár, hogy olyan jó kedvem. Hát Csóhetto, Lázár! Csóhetto? Hát bizony a tatár látott 8 rép posztóból nyakra való. 8? Te Samuka olyan komisziót parancsolt az asszonynak, hogy a bizony se nem láttam, se nem hallottam. Csak kérdezzed az asszony. Aj, te kis bombocska! Most megint elment az eszecskét, hogy a kis komissziócskát sem tudta megoldani a Lázárocskának, mert nincs oda az Istenért, egy nyakra valócskának, 8 röv fosztócska! 8? Ereszd le a kis bócska szobácskát, egyéb formácskát, szilvácskát, a könyvecskét! Magadta kis vétel, vegy az eszecskát! Könyvecskédet azt ne edd meg, hanem tedd a kezecskédbe, és menj tanulni a több gyermecskékkel. Hát Lázár, annak az uracskának? Mellé zolacska. Hát csak mind uracska. Gazdagnak, szegénynek, ifjúnak, eregnek, idegennek, párosinak, hát csak mind uracska. Ebb a lelke Lázárja, ami gazdává lesz a nyakamon. Csak mérjen ki és írja föl a... Lipik Lotty úr számára. Istenem uram, már meg a Lapet Lotty úr számára. Isten úgy csak vagy mit is mondok. Istenem uram, egyszer még az asszonynak az a Lapet Lotty, egyszer még Lapet Lotty. Istenem uram, hát mindig csak a hordani. Soha pénz nem látni, se nem hallani. A most se pénz, mi lesz ma ebből? Mi lesz? A fontocska!
Aj, hát Kennek mindig csak jár a szája. Hát csak írja föl a jegyzőkönyvecskébe, azt mondjuk, egyéb dolga nem lesz, tegye fel a kontócskára. Van itt már kontó. Csak lássad az asszonyt. Arra is csak a papíros vesztegetjük. Több a kontó, mint a netó. Csak a tavalyit olvasom el. Kontó mindazon bordikákról, melyeket Herr Wolfgang Lebert vagy de gölöncsérdelek, az karnyóné asszonyság botjából elhordatok. Íme. A farzsang ilkör masgara abába, ott van három krajcán, nem is jók navástyom. Ide két ökör szard röhög és okáé, ökör vik a farka újabb hét krajcáré. Táncol egy porcelán sarkantyú egy forint, a legújabban szerdami módi zserint. Ugyancsak táncra egy Manchester csizmácska, 14 forint és 6 krajcár az ára, és ez nem is gyára. Elszíven díszített fehér varó párna, forte pianón belecsinálódva, varó párna pacin 1.40 az ára, díszít és 20 krajcár nem is sok ma látja. Április bolondján az úszó rakozott, hét pár porcelánt összetörve okozott. Jó nagy kert se baj, ő egyre csak kacagott. Feltett a kontóra 37 forintot. 37 forintot. Elvitte a silkot, francia kalapot, rózsaszín konduktor védte az alapot. Nem bánta az se, hogy jó drága hazára, 16 forint, 16 krajcár bánta. Szomorú kontócska. Hiszen lássad az asszony, magad lássad. Így bizony, így bizony. Ha nem győzi az ember, mindig csak kontó, csak kontó, szá semmi nincs, csak netó. Ó, édes Lázárocskám, hát hoz én szegény férjem, jó férjem, szép férjem, még most is élne, hát én nem így volnék Lázár. Most a boltunkba se férne a portéka, és magam is az ölembe hordoznék a kis portékácskát. Látja Isten, ember a szegény asszonyban van kell majdnem, ha mindenhez támaszkodik. De nem a legényecske után esenkedem, ám, távol legyen, az Isten mentsen meg, hanem csak azért nos, hogy a világ nyelve ne legyen az embere. Azt mondják, hogy férfi csak annyicska legyen a háznál, csak annyicska legyen mi, csak férfi az a háznál, csak Isten áldásocskája. Az Isten hozza, jaj, csöndesen legyünk, mint a hal a harsában, jó. Majd kiugrok a bőröcskémbe, nézzetek, Lázárocska, jön a lipidlócsacska. Ja, egyetlen uram, lehet ez van. Jaj, én édes szegény férjem, most is élni, az Isten nyugasztom meg. Jó reggelt kívánok az asszonynak! Én az asszonyt szeretem. Csak azt sajnálom, hogy ilyen félig meddig való öltözékben van, csak olyan félig meddig szerencsém tisztelni. Lássa az asszony, én csak első vagyok. Ugye? A legújabb pesti módi felvételében. És pedig egyedül csak az asszony értsű, hogy kevesebbet mondja. Csak az asszony szívé. Jó reggelecskét kívánok. De még nem is láttam az uracskát, ilyen furcsán öltöz. A bizony szintúgy nevethetném, hanem valam még kücskébe vett rá. A furcsa libériácskát igazán, hogy fiatalocskák, csak akkor látjuk meg, mikor az uracskák már bele is bolondulnak. Frány a kis szócska, de csak úgy van az, aki a legújabb pesti módit nem esméri, asszonyságtól kultusra igazgatja még azt is, hogy álljon a nadrág, legalább a zsinórozást nem bízzuk rájuk.
Ez a legújabb pesti módi! Már ebben az asszony csak tisztelhet engem. Az ilyen ruha alatt szerelmes szív szokott lappangani. Az úr a maga legújabb módja szerint vezérli az én tapasztalatlan lelkemet a legújabb módikra. A bizony, szép ruhácska. Először a moldont is nevettük, hogy kétszínű volt, de aztán hozzászoktunk, aki ellene szól, most azt nevettük, azt mondjuk róla, az moldonabb, aki moldont megesméri. Az uracskák már most nem csak a színben, hanem a viseletben is kettőt mutatnak. Ami jól van, hanem van az azt, hogy a mostanság valami jóféle téja. Van, igenis, legjobb pedig. Van császár téja, originális laponiai. Megengedje magának az azt, hogy nem, de vár. Japoniai? Na, már édes lelkecském, mi özvegyecskék csak olyan terminusokkákkal élünk. Az uracskák jobban tudhatják. Na, hozom is. Most csak itt hagyom, ha nem. Tényesen félre valami félfelőtőre valót, mert úgy tetszik, hogy egy bolhát vettem volna észre a szobámba, majd megbocsoltatom vére mindenütt. Állam előtt. Jaj, hát ne menjen el még, uracskám. Hát bizony mondom, hogyha az úr nincs velem, olyan vagyok, mint a szedetlen szőlő. Vagy fölöcske. Nem tudom, mi az Isten csodája, de az úr itt nincs. Olyan nagy viszketegség van az egész testemben, hogy no, nem is gondolhatom. De tám az idő okozza, vagy el kell mennem, édes hallja. Azt ugyan tudom, hogy nálam nélkül nem lehet, de el kell mennem, mert hiába úriember mindig bótban nem lehet. De vissza fog jönni az úr, mert bizony-bizony csak visszajöjjön ám, ugye szívecském. Amint kedvem tartja. Alázatos szolgálja az úrnak. Jó szerencsét kívánok az úrnak. Örvendek, hogy tiszteltem az urat, és pedig igen vidám arcával tiszteltem az urat. Örvendek, hogy igen szép habitusban tiszteltem az urat. Mi a tatár? Hol lett az úr ennek a rendes mohodinak ideáléját? Úgy vesz, mint a travestiát Virgilius, vagy mint amilyen világot az olasz Mercatimabók hordozna. Az igaz, hogy a legújabb párizsi módi éppen olyan. De nem is csuda, hisz most az egész Párizs csupa il mundo immerso, ez valóságos párizsi új módi. Lássa az úr, már most illetlenséget tartanák elől, begombolni a kaputokot, mert hogy hátul szokás. A puderrel való hajférítés kiment a módiból, mint hogy különben is szűk a gabona, hanem a fekete haj. A kínrusz puder, kedves a párizsiak előtt, mert persze a korom csak olcsóbb, mint a búza. De hát azt a csizmát fotózni viszi a Vargához, vagy mi? Hát még nem tudja. A német dekalapjukat mónok alatt hordozzák és hajadon fővel járnak. A franciák most már többre mentek, mezit lábjárván csizmájukat így hordozzák. Más példa. A bécsinek csak az állatik szokták bétekerni a nyakukat. Ez csekésség. Noha a magyarok ezt is soknak tartják. A párizsi új módi nyakra való kötészethez egész lepedőt kívántatnak. Más példa! A németek csak az orrok környékét szokták békeni tubákkal, de a franciáknak már csak a szeme csillámlik ki a tubák közül. Ha! Ho! 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 Na, az olyan rendes módi, ami engemet illetén fél Bersaliája csalálná fel a mai módi szerint a párizsi új gabarnérságot. De hát az az átkozott a kép, mit keres az úr melljén, és lám a járást is alig teheti tőletem. Amulétum, vagy micsoda? Ördög sem amulétum. Járatlan az úr a párizsi új módiban. Németek elkapták a galamb franciától, hogy kedvöseknek mely képét nyakukon és keblekben hordozzák. De a franciák most már többre mentek, kedvöseknek képét egész regálokra festetik, rámákba csináltatják, és úgy hordozzák.
Ott hozzá! Minden percben, minden órában új köntösbe kell öltözni, ha az ember magát szóba kevertetni nem akarja! Rendeseket kell hallani az emberre! Légy csak! Módizunk, hányjuk, vetjük, egyfelé, másfelé, őrgetjük, forgatjuk! Ha nem a párizsia támát, agyvelőjéket is vonákul fordítottál! Ó, még a támákat látná az úr! Akkor csodálkozna és tevetne ám! Nem az a dám, akinek legparányibb zsebbéli kutyája van, hanem akit legtöbb Amrus szerintek kísér, olyanok, mint egy bolyú! Ott? Most már minden percben működésbe kell öltözni. Na, Na, az ugyan meg lehet, ha egyéb dolgok nincs. Hanem most már nekem is dolgom, és pedig igen fontos dolgom. Azt is a professziót a párizsia, hogy Maldira nem hallgathatok, magamat repülök. Na, ezt szabad kérdeznem! Hova, hova? Majd megnézed az inasomba, ha nem jöttek ki a számjaiba. Lotéria. Ugyanúgy én! És az úr is szokott játszani a lotérián. Különben sem. Volt is már rajta aprólékos nyereséged, de most megfogadtam. Vagy sokat, vagy semmit sem. Azt tartom az utóbbit legkönnyebben megkapja az úr, jobb bizami kis pénzecskéje van, megkíméli és szükségeit pótolja vére. Úgy csak az urak beszélnek, hanem tudja, hogy az úr, hogy én most olyan biztos vagyok a 25 000 forintok nyereségébe, mint a már a markomba van. Isten szavával tudja az úr? Gondolnám, mert amilyen számokat most álmodtam meg, azokat úgy tettem fel a lotériára. Az állam pedig kivált a lotériára lépve, ezeket a számokat álmodtam meg. 1, 2, 3, 20, 23. Már azok ugyan kuriózus számok. Lesz szerencsém hallani az álomlátás, mert ezek a számok bejönnek. Én kompendió, elmondom. Aztán voltam a marélyen, hogy én macskát árultam, kettő círmos macskát, három dálma rajtuk majd összevezett. Nem is tartozik a lotériára, csak annyit akartam elmondani, hogy... És azt írják, a macska paráznaságot jegyez. Ne! Magamat rekommendálom! Ó, Lázár, de... Hát mi újság mostanában? Hát bizony, most napjelével kevéssel szolgáltak. Három ellenben most van nálunk az a vásáros úr, kinek itt nátal ellenben van a botja. Derék a villa úriember. Beszélek, hogy a... Az a híres francia vezér, a generál Lassi,
visszahozta a maga táborát egészen Márta városáig. És így már a franciák túlnyomattattak a pisegri vizel. És hogy a török basa a Nelson a helvéciai hajósereget egészen semmivé tette. Neki privát levélbe írták, hogy a három hatalmas császár mellé társulálod a Burgos császár is, és hogy már csak a genevai király tart fülyét a franciákkal. Na, hát Bonapartéről nem hallottél valamit, Lázár? Egyébként semmi sem. Hanem egy francia katona beszélt tegnap a botunkba, hogy már igen öregemben lévén létette a szolgálatot, és baromságot kapott. Á, bizony, rendes eszék, nem hallottam. Az állj is folyt, kedves úr, nálunk, hogy a ides francia admirális, a tempocajabb Valenciára éjszakának idején beütött. De a várhoz a nagy közsiklat miatt nem félhet. A bizony, kedves úr, ránk nézve nem igen hasznos újság, mert határos lévén Trieste-ek, Nézzel és Nederlanddal, annan a császári fabrikákból kapjuk a bordikákat, minden sokkal nagyon drágább lesz, és a kereskedésünk szenvedni fog. Hanem ellenben a török császár vezére a passzabaddogló 8,5 lovas páhival a Rajna mellett San Domingóba beütött. 1200 francia képviselőt hadi fogolyát tett. A pesti korrespondensem azt írja, hogy ott már a kávéházakban azt beszélik. De az kicsit, hogy nem köszönöm meg az úrnak, hogy nincsen. Fel sem jön hozzám, hogy egész el is felejtettem az úrnak a formáját. Legtisztább szívű szolgálja az asszonynak. Én nekem az asszonyt látni mindenkor legfőbb szerencsém van. Csak az az egy baj ránk nézve, hogy gyakran legkedvesebb szerencsénkkel nem lehet élni. Édes, kedves asszonyság! Szívem többet szól, mint szám mondhatna. Köszönöm. Az úr mindig vidám. Jelen. És udvariám. Mi ketten. Könnyen megegyezünk. A Lipitlottyúrral nem jött össze valahol az úr? Mi ketten. Könnyen megegyezünk. Másra kevés gondom szokott lenni. Mi ketten. Könnyen megegyezünk. Lázár! Az obester úr most izent ide, hogy ezt a kis kontócskát kifizeti. Vigye el hozzája, és becsülettel szóljon, és tisztelje nevecskémmel. Igen, igen. Sajnálom, kedves asszonyság, hogy kurta szerencsémmel, szívemnek nem kis fájdalmával, félve kell szakasztanom. Jaj. Parolán van a kastélyban. Remélem, 2 órára ismét gyönyörködhetem nagyra becsült személyben az én kedves tárgyamnak, addig is csókolom a kezeit. Tehát visszavárom ám az urat, alázza meg magát nálam, és ebédet csinálom. Az ebédet nagyra becsülöm, hisz azáltal hosszasabban legeltethetem a repeső szememet az én kedves tárgyamon. Adjö! Boris! Jöjj össze, légy itt a boltba, míg a Lázár megjön. Boriskám. Jössz te, valamit mondok! Jaj, de régen nem láttuk az urat, egész újság nálunk! De hiszen nem lennék én nálatok! Újság, édes Boriskám, csak te engem abban segítenél, hogy már máskor is említettem néked, hogy az asszonyodat hozzám hajlandóbbá tennéd! Ó, hát ő hajlandó az úrhoz, de így vegye föl az úr! Ő egy férfi! Nem adna az egész világért. Az urat nem adná valamennyi férfiért, Lipitlottyot pedig nem adná 1000 olyanért semmit az úr. De hiszen éppen ez a bezzegi a dolognak, édes Boriskám. Ezt kellene életem véghez vinned, hogy én az asszonyodán nagyobb ráciába jönnék, mint az a kocsomfit Lipitlott. Ezt a legjobban ki tudnám játszani, ha engem igazán szeretnél. Igazán szeretsz ját, édes Boriskám? Bizony rendes. Az úr azt kívánja tőlem, hogy szeressem, miközben éppen előttem vallja meg, hogy mást szeret. Sőt, még engem kíván más szeretetében eszközül felve. Befurcsa gyerek! Kisebb vagyok én annál, mint sem a karnyúni asszonyság kedvesét bátorkodjam szeretni. Furcsa gyermek vagy, te is Boriskám. Hát, gondoltad én, hogy én őszintén szeretném azt az átkozott fém bolondot? Hát,
miféle szem volna már az olyan, arról elénekelhet én, édes Boriskám, hogy! Szemem sír, mégis nedves, kéber áncos, fogaredvel. Horgas lábam, tittyet ottyan, sovány fara egyet lottyan. Mégis noha hideg vette, legényes a szette vette. Ó, uram, őrizd meg ettől, a vasorú kísértettől. Vén ugyan, vén a kurva anyja. Le van ezüstje, és van aranya, amelybe ha markolhatnék, hozzájuk kedvet mutatnék, csak pénzében lennék vice, megölennék is Torice. Férje lennék az erszénynek, csak én a szegény legénynek. Oh, hol a csodába tudta az úr ezt a furcsa munkát tanulni? Hát, régi párizsi nóta. De félretéve a tréfát, az egész dolog arra megy ki, hogy én szíves örömest elvenném kardió néhagyságát, de nem az ő kell, mert becsülete személyért ám, mert a kankalékos Ludvérc kapta az olyan vázon, hanem azért az 1-2000 forintocskáért, amit vélet oldásba kap az ember, mert amint egy elmés poéták mondja, három a szükséges dolog, édes Boriskám. Pénz, pénz, pénz. Tehát az úr alkuba bocsátja a szerem, és az úr szíve rá van nyomtatva a bankó cédulákra. Szív, szeretet, a mai világban mindennek árulják egy kettőt szóval, de a valóság csak olyan kettővel köz, mint én és te, édes Boriskám. Oh, hát az úr csak mindig rávesz engem a szeretetre. Azért mindent megteszek asszonyoknál, de annak a lesz a jutalma, hogy az úr, ami asszonyunkkal összvekelvé, megfog, és meg is tartozik te. És én akkor szeki, jó szívű lányka, én akkor a kettes együtt. Karnyó nénak, vagyis akkor időszoda ment Madame Tip-Top nénak, és így Monsieur Tip-Topnak is a belső szoba leánya. Naturalitára az öreg asszony sokat bent ül, sokat alszik, sokat betegeskedik. Ki él akkor boldogabban, mint mi ketten? Hát én egyet mondok, vén már az asszonyod, mint a bűn, egy nap megkönnyebbíti Isten ágya szalmáját, és miért ne lehetne az ő belső szoba leánya, te vagyis az ő férjének, nekem újdonsült feleségém is! Hát mit szólsz, édes Boriskám? Jaj, édes reményem! Igen! Parancsoljon velem az úr mindent! Lipit Lottyot még ma legnagyobb ellenségévé teszem asszonyoknak! Semmit csak rá tudjak ülni, babanyára, ő mag nélkül fog kidülni végleg nem sokára. Bezzeg úr lesz ám Tip-Top, és Tip-Top né hop-hop-hop. Akkorára, akkorára, akkor ám a cifra tálban így piszkálok, és az utcán módi sálban sírikálok. Úriasszony!
asszony lesz Boris. És az úrnak százszor is. Gratulálok! Gratulálok! Hely, de még ráhűne, bőre vigadozzunk házas pár, főleg én, előre játszadozzunk, én elveszlek, ebb legyek. Én az úrhoz elmegyek. Én elveszlek, ebb legyek. Én az úrhoz elmegyek. Csak látom én, hogy én szerencse fia vagyok. Jól még szegény-legény karakterrel kellett parádéznom, ez a vén bolond kardóni a bőségig tartott ruhával, pénzzel. Azt gondolta ez a nyomorult vénbanya, hogy én őtet szeretem, hát szerette pedig a Lidért. Egy ilyen asszony, aki egy ilyen legény, aki az ifjába is válogatott, egy ilyen világrútát. Boldog Isten! Hát de meg tud az ember bolondulni a szeretet miatt? Hiszen csak egy érzékeny, virágjába való leánykán este, annyira csak nem csodálnám. De a vén bolond karnyóri, a gondolja már meg az ember, együtt is a posta úttal. A melegsége is annyi van, csak mint a nyári kályhának. Hányan csalták meg, én csak tudtomra is. Mégis itt nékem is a bolond. Azt gondolta, hogy én fenékig tejfel vagyok, pedig szakállamra mondom, inkább venném feleségül a kanizsai csonka tornyot. De hiszen most megtanulhatja az én példában, mennyit is ihet akármely legénynek. Ó, édes számjaim! 25 000 forintot érő édes, kedves számjaim! Hát ti szabadítottatok magattól az alacsonyságtól, hogy én annak a fénpalant karnyolénak a pénzéért hizelkedjem. Ó, áldott lottéria! Áldott volt, aki fel is találta! Nyugodjon békében még a haló földjében is! Ó, édes számjaim! Kedves számjaim! Most mindjárt postára ülök és megyek fel Budára, na de hova megyek és miért? Ó, áldott szerencse! Azért a 25 000 szép forintért! És az a szép, az az édes kedves karnyóné, ott is sem el van guta! Ha most már tyúkpásztoromnak se venném be! Ha még előre nevetem, ahogy perel magába a véntátos, de munkandi sem ér a 25 000 forintos lipitlok tyúr előtt! Jó reggelt, Lázár! Igen, hoztam. Olyan szépen szép újságot állatok. Mit, Lázár? Gyibraltál fővezére, champignonék várat, Oslóba megvettem. És hogy mi mostanában igen nagyon megvettük az anglosokat. Az igen örvendetes újság, hanem Lázár, otthon van-e az asszony? Szolgálatjára az úrnak, még most ebédnél is mi sem volt. Hanem ebéd után valami nehézséget érzette. A szokott nyavajája jöttem. Miféle szokott nyavajája, Lázár? Abban nem szolgálatom. Azt látom aranyért. Bizony, nagyon sajnálom. Nem sajnálja a véndögöt. Hanem Samuka! Ezt a levelet vinnéd a Boriskának? Honnan? Meg nem utasd asszonyádnak. Asszonyádnak pedig mondd meg, hogy én egy kevéssé felfordulok Budára. Ahogyan nép visszajövök, vele mindjárt üdőt váltok. Nem, szegény Samuka. A levelet vitt Boriskának, asszonyádnak gyűrűt hozott. Értem, értem. De hát nekem mit hozott, úr? Ej, csak elég sietve, mert én nem késetek, neked fapénzt hozott. Jó lesz, Bila, köszönöm az utat. Igen, Istenőrök, értem. Csies havar! De akarom mondani, hogy igen nagyon megvettük az anglosokat. 600 regateleset, másik 600 rabba esett. Minden órában várjuk őket itt. Kanizsára. De még nem az úr többet hallott felőle. Azt ugyan tudom, hogy mostanában sok fogoly francia tiszteket hoztak erre lefelé, Istennek legyen hála. Igen, igen. És hogy még többeket is hoznak lefelé, tiszt győzelemes seregeink. Igen. De hogy anglus fregatákat hoznak ide Kanizsára,
Az még előttem ismeretlenül is el. Hát meg. Házán, nekem most el kell sietnem. Ó, de kár. Az asszonyságot tisztelje nevemmel. Ugye. Most annyi időm sincs, hogy tőle búcsút megyek. Ő nagyon fogja sajnálni. Ha Budára visszajövök, fogom neki újsággal kedveskedni, és pedig olyan, amilyen nem is látod, nem is hallott. Magam is kikérem, kedves úr, ha újságot méltóztatik hallani, akkor legyen szerencsém magamnak is. Ott inkább van szerencséje az embernek a félékhez. És Meciában van még Egyiptomba generált telegráf. És hogy igazán valóban igaz-e, hogy a franciák már csak ugyan feltalálták azt a nagyszínű levelet, amely szerint ha postán küldik, akkor az ellenség a levelet felszakasztja és kipasztakasztja a kommentárban, egymást éri, úgy omlik ki a sok bomb felére. Ezért nem lettem én az úrtól? Ezzel jutalmaztatja az én sok szívességemet? El kell hinnem, hogy az úr család, állok és hitetlen lelkű. Mit? Azt! Hogy az úr szinten nézzel angyal, valósággal pedig egy megtestesült gadördög. Ezt érdemlettem én az úrtól? Ezt? Az úr, majd mit is mondok. Mi háborította meg úgy az asszony? Nem illik az egy olyan személy, az asszonyság akar engem vádolni, és ezáltal érdemetlenítette magát arra, hogy én szerettem, még pedig, hogy igen, nagyon szerettem, mint most. Mit keres hát ez a levél? 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 Hogy levél? Hogy ez a levél mit keres? Ez az a levél csak levél. De akarom mondani, hogy a franciákra még a... Így kellett engem a magam szolgálói előtt gyalázatba keverni? Szolgáló előtt. Szégyen, gyalázat, szép ember osztán az úr. Félig német, félig magyar. Jaj, mégis tetszik. Hogy kiállhatom az úrnak, hogy azt elszenvedjem? Az úr embertelen, érti? No, mert most, ha valamit nem néznék, fizesse le az úr a kontóját, fizesse le most mindjárt egyszerűbe ebbe a nyomba. Huncutság, nem emberség, fizesse le, mert ha nem, majd tudom, mit csinálok. Biztonság az úr egy cuda ember volt. Én tenyerem nem hordoztam. Most mutatja meg, ha micsoda levél ez. Az úr nem szól. Szólok hát én. Fizesse le az úr a kontóját. Térjen vissza a maga cudarságába, és ne merje oly vakmerő lenni, hogy az én megcsúfolt nevemről többé emlékezzen. Lázár, hol az a kontó? Itt van, nagy, mint 8 gyures. Jobb is fizetni. Hisz az a kontó csak hadd maradja. Nálam mindig megtalálni, amivel tartozom, hiszen nem szököm állat. Hogy is szökném el olyan asszonyságért, mint amilyen az asszonyságban élni és halni szerencsém van. Előttem az olyan csapodár szók, csak még elárulják az embert. Csak a fizesse ki Lipitlont, és azután se éljen, se halljon érettem. Én az urat mindig is szeretem. No. Szeretem még most is. Na. Na, de hogy az én szeretetemnek hasznát is vegye, na már arra magát érdemetlenné tette. Na. Kedves asszony, az asszonynak a szobaleánya hűségtelen. És ezt már régen észrevettem, és nagyon sajnálom, mert olybá tartottam, mintha magamat sértett volna meg. És régen is mondani akartam, de... hogy megkicselédjét fundamentum nélkül gyanúban elhetsem, alkalmatosságra várakoztam. Tudja-e az asszony, hogy ő azzal a mézes-mázos tip-toppal nagyon összveszűrte a levet? Ha nem tudta, tudja meg most? Észrevettem, hogy az a leánykész akármely legényért az asszonyt elárulni, hogy ezt saját próbámáddal tapasztalja, azért küldöttem ezt a levelet. Legyen az asszony nyugodtan, és higgy el, hogy Lipitlontnál jobban az asszony senki nem szereti, és hogy az ő ígéretei szentek az asszony iránt. Mégis az asszony a kontorról beszél! El az anyja kontorra! Hát a mi szeretetünk tiszta napvényét kontor felegek is ködösíthetik! Én, ha az asszonynak volnék most, nagyon elszíteneném magamat! Édes anyja!
Megenged gondolatlan hosszúságokra. Ha megváltottalak, horom vagy a munkot. Hát egy hunt fut leáll. Hát a méreg is for benne. De hiszen, ha nem szerettelek volna, nem is aggódtam volna, érted? Hát a szerelem aksággal jár. Megenged, szeretlek. Igen, nagyon szeretlek. És ha te is szeretsz, vedd kedvesen tőlem ezt a 3x-et. Neked többé nincs kontód, nincs nálam egyéb kontód, a szerelem édes kontóját. De mit így csinál az asszony Zeba lelke? Ki fizeti? Meg kell fizetni? Mi magunk is adósak vagyunk a Bécsbe! Hallgasson, Lázár, az úrnak többé nincs kontója. És tehát többé nekem nincs kontom, egy szó mint 100 év felmegyek Budára, és aztán az asszony többet engem nem lát. Isten őrizzen, hogy én nem látom többé az urat, hát ojjé, mit gondol az úr? Igen, és én azt gondolom, hogy én az asszony kontójára semmi számot nem tartok már, az asszony se tartson többé számot az én szívemnek kontójára. És én szegény özvegy? És a szegény özvegy marad özvegy, mint eddig volt, gondolkodjon a koporsóra, és menjen üdvözült férje után az örökké valóságra. Mi, ifjak, még egy kevésre itt akarunk mulatni a síralom völgyén. Adjú! Igen, érzékenyen tréfál az úr. Ebbe a matériában nem örömest hallom a tréfát. Ne, csalja meg magát, asszonyságod, én nem tréfálom. Értse meg a tréfát! Én a lotéria által 25 000 forintnak urává lettem, asszonyságot pedig egy közkalmárné. Én egy fiatal gavallér vagyok, akin minden kap, asszonyságot pedig egy olyan 60 esztendős ütött hasat vénkopott hegedű, akin a sátán se tud már kamfóriázni. Én eszemmel tudok élni, az asszony pedig egy vén bolond. Hitetlen bestia! És még azon fejű csúfolódsz, és ez szegény uram, te most érnél, az Isten nyugasztam meg! Boldog engek, miket is kell szenvedni az embernek, és kitől, és mikor? Te koldus kutya, aki az én korpámon tanultál megugatni, te egyke kakas, aki az én szemetemen tarényoltál meg! Te hitetlen, te világsöpredékje, te kényes disznó! Te cigány! Adj gyorsan azt a vasrőt, hogy vázad el, ha merek még a fogát is a kurva fenyegetőnek! Kasztófára való! Ki a boldog volt? Hey, kérem az asszonyt, moderálja magát! Lám csak ilyen, aki az indulatoktól megrészegedik az asszonya! Harag miatt is elesik, a szeretet miatt is elesik, én megmondom egy szóval az asszonynak, amit egyik sem volt a szem, hogy ezután se lesz. Nem várom vissza a komplimentet! Adjö! Jaj, te ördögök edényed! Jaj, férjem! Jaj, vékonyom! Oly, édes szegény férjem, az Isten nyugasszon! Akasztófára való! Na, megmondtam! Na most! Kontó! Jaj, a fel! Jaj, a vállak! Jaj, kontó! Sem egészség, sem pénz, sem legény, sem kontó! És most látod az azt, hogy még én is elmegyek a botjából! Jaj, átkozottak! Bizony minden hagyta! Jaj, kétség! Én édes szegény férjem, ha te most élnél, az Isten nyugasszon meg. Ha jól bíz, ha úgy maradok, mint a fölmagzott soláta közt az ijesztő. Hát én nem tudom, mit néznek bennem, hogy olyan vénnek tartanak, hisz az Isten sokakat megállt tartós ifjúsággal. Én legalább nem vagyok olyan megvetésre méltó, hiszen ha nem hiszik, próbálnák meg. De a világ tele van balítélettel. Ó, te állatatlan hiccegő! Be nem tettem volna felfelőled! Jól van, jól. Az özvegyek édes gyámola bészedi az én könyvhullatásimat a maga tömlőjébe. És te, körülmetéletlen szívű, elnyered még méltó jutalmadat.
engemet elhagytál, engemet megcsúfoltál, az ég büntessen meg tégedet, és kelletek korán vágjon ki az élők sorából! De jaj, mit mondok hirtelen? Éj, te éj! Ha mert én téged még most is szeretlek. Én inkább meghalok. Meg. Veszek el, ha meg nem halok. Ó, uram, hozd el az én utolsó órám. Ennyire meg vagyok csúfolva, és én még... Aztán el! Lavazdunk! Lavazdunk! Aztán el! Oh. Bohocska, hát hogy lovazzak én? Azt hiszi, tudja, asszonyám, hát csak vegye a lába közé azt a vasszőn, aztán csak így, édes fiacskám, csak téged ne látnálok. Messze-messze, a más világ mellé. Elhogy, asszonyám, az óperencsát tengeri. Jaj, vigyen el engem is, vagy úgy, elhavazzunk az engelem, vagy! Gyermek, gyermek. Jobb volna talán az árvák édesatyához fohászkodnál. Én úgyis meghalok. Jaj, ne halljon meg, édes asszonyám. Ha meghal, bizony maga is megbánja. Hát... bánom. De hogy élet, még jobban bánom. Az pedig, hogy éltem, mindenek felett bánom. Lásd, szegény atyád is mindig olyan beteges volt. Ami a legkeservesebb, a menyecske koromba, hát olyan fecsüt volt szegény. Hát olyan, édes szegény uram, hát ha most is élnél, az Isten nyugasszon meg. Én is írom, éven asszonyát. Bizonyosan, Lipit Lajt, Rutul Benta, Palmár néva, ő a kolond, kudára ment.
Az asszony pedig kétségbe esett. Bizonyosan itt kell lenni. Lipitlott meglátta a kitett számokat, és elhitte, hogy valósággal azok jöttek ki a lotérire. Viszont mondta az expeditor, hogy jó szómért és pénzemért éppen azokat tettek, és aztán, mintha csak tévedésből esett volna, úgy tettek ki a valósággal kijött számokat. Csak ugyan elértem a célomat, és Lipitlott bolondá lett, pedig már Veszprém felé járt, amint az ő kemény lelkét testvére Brutul vált meg a karmádétól. Egy miatta talán ámbarába is gyűlt. Meg lehet most nékem vigyáznom kell. Ha az asszony magát megölni, oda lenne minden plánulom. Majd megyek cirkálni. Valamit már nincs kitanulhatok. Boriskát is majd körülveszem, tanácsokat adok néki, és veszek tőle. Éppen. Magát trefanáltatni, vagy valamiért aranyjá változtatni in specie azt a botját. Nem akarja ki az úr jövendő sorsát hallani, mikor házasodik meg. Lesz-e szép felesége? Hány fia lesz? Hány lány? Melyik szabóval várata lesz-e nadrágot? Mag adom ennyire többet, vagy a többet? Eltűnik ki az a szümölcs az orrával, vagy több is a hely és a többi. Akarja az úr valami abolt ruhát? Adni vagy venni! Ezüst gombot, férj, sejtes katyamacokat, elvásodlagatot, behírod papírosat, maradékgáncát! Vagy akarja az úr fazekatót? Pipát köttetni, rostát korrigáltatni, vagy pedig, ami ehhez hasonló mesterség, négy napi köszöntőt, halotti búcsúztatót, passzit, vannak az orrbeli szalutációt, vagy más ehhez hasonló, kupec, poézis parancsolat, vagy, no, kosarat köttetni, és nem a féle, eljussz Módi. Ki tudna már olyan sok közül választani, hát egy szóval mondja meg, kert micsoda ember maga, mi a kert mestersége? Ó, édes dominációm, na csak az én professzióm, professzióm, ha itt véle, melyiket szolgálhatok véle, pénzért mindennek szolgálok, sok nagy csulát produkálok, esmernek kicsinyek nagyok, hallja meg az úr kívánok. Dr. Borbé, archivista kéznéző, sípásáros, frissieső, ez már mindegyre megyek ki hozzá, jobban nem tud senki, exkluzíve, inkluzíve, úr is vagyok, respektíve, mit tetszik, hát nem mondani, nálam mindent feltalálni, s megmutatom, hogy bolondok, akik engem, majd mit mondok. Dr. Borbé, archivista kéznéző, sípásáros, frissieső.
Bizony sokféle tudomány egy kaputba, de hát miért, hogy olyan rongyos? Ijjadása az úr ezeket, a méla mesterségeket poharonyba mutogatja, még az ebben sem mutatják. Hát produkáljon belőlük egyet valamelyiket, tőlem is kapkentám valamit. Verset mondasson bele az úr, én már hallottam tőle, olyan szépen kibeg, mintha tőre szednék. Az is meg lehet, miért nem? Éppen mai, értem, ma írtam egy szent egyed napjára, hiszen ha tetszik, elolvasom. Halljuk, kurus uram, halljuk! Zsenyen, ha ráakadnék, akár. Na megvan! Köszöntő verset, komma, melyek punktum, irattattak, nagy B, becsületes, bizodalmas, az is nagy B, Jámbor, Bruta, Belne, a barasz csak kis B. Keresztjén, keresztjén vagy keresztény? Áll éppen ennek rajta. Gorábbás Martin Jánosnak, fejre barátunknak, helységünk már sok időtől közjóban fáradató, nagy B! Gonosz bírájának, nékem különös jó akarok, kedves komám, uram, na hát, kapjuk te! Tisztességes nevének, tiszteletéres együtt alatt én komámnak, az ő hites élete párjának, s kedves csomatájának elnyeles napon származató örvendeztetésére, nékem pedig egy kis baláció véget való áldomási békozásra hírattattak. Nemesom, hogy bármegyében helyzetet, Csukdómezővárosba, első szeptemberben, annó, én csak úgy értem, hogy ahol ez elnézés is annyit tesz, hogy annó sietve. Édes komám uramnak a Danál lévő vendégfogadóba írtam, Kurus Péter, az hármas Péter. Szomorúság, háborúság tőlem távol állnak. Mert víg napra, úgy, mint mára, hajnalkorra, víg orrára. Eljutottunk, felvirattunk szent egyed napjára. Ezért nékem zengő nyelve mégös nótában zeng. Parnassusnak, Helikonnak völgye bígsággal reng! Piros hajnal szépsége, hajnal csillag, ékessége, mosolygása a pirosságba derül, fényessége! Gondolkodna, ha szólhatna Orpheus nótája, ha penghette és zenghette Cleo musikája, most vidámságát mutatná, mit árfáján ujját futtatná, hogy szent egyet napját vígan mulatná! Még szétok szintalancik! Boris húgom kapart. Furcsa! De szép, de furcsa nóta ez, de... Nekem... Tudná-e az úr valami rigmust írni? Olyan leánynak valami. Hanem miért ne tudnék? Tudom én már, milyen kell az olyan leánynak. Pünköskör vittek egyet tőlem a kompaktorok. Azt tartom, a legjobb lesz. Így menj ki a te kategóriája. Három a kellett. A fűr, jecske fűlen dincsi. Keó, te csók, gyere, re, nye, 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 re, tye, tye, tűbi. Hozzám rózsám feküdj, az ágyamba oldogsz. Gasd meg csecsfűződet, és öst a dolmányomra. Ó, te csók, s a többi, gyűjj be hozzám rózsám. Egy tál borsos lírem megborsoltam, sáfrányoltam, kész. Szem vagyok, mint lepú, te csók, gyere, resha, többi repetici, ó, repetici, ó. Hajjad úr! Hajjad úr! Mi az? Vettem ám! Medve cukor! Vettem bizonyos cifliti! Jaj, de vagy Samuel, te betettél? Vettem ám azt, hogy ennek egy üveget, meg egy katugát is, mi? Hadlám! Tökéletes! A zenikum valóságos! Megérkő! Mire nem megy az embernak? Nem megy ám a tőzben, akkor mit állok azt mondjának? Elcserélem. Vidd el asszonyának. Most már örülök. Jó vége lenne ezen cserének, majd Lipitoy szállására megyek, és megnézem, megtudakolom, micsoda móddal ment el Kanizsáról visszajönni. Vagy csak ugyan Budán fog élni abból a 20-25 ezer forintból. Csámú! Si!
ilyes? Mit csinálsz? Nekem most minden minuta egy esztendőt tesz. Azt mondjál, barám! Orvosság, csak enyém legyen úgy, enyémre vett be, azt nem. Nekem is adjanám belőle, sülveszél vagy főzd be. A te édesfiam. Csak te ne volnál. Könnyebben venném be ezt a halálos port. De hiszen az Isten gondot visel rólad, édesfiam. Veszel minden jószágom, inkább csak a eszemet hagyottnám rá testamentomban. Édesfiam. Te már engem holnap nem látsz. Hát aztán holnap mindent lekérem. Toroskáboztát, édesfiam. Azt is az anyád torjában. Vegyél magadnak egy pár toros kicsit. Fiam, Isten hozzád. Te már engem többet nem látsz. Isten hozzád. Ó. Dugába dőlt remény. Hol legény, libidom, szívem kínja, gonosz mindnyájatok csinja. Én meghívnak a hitetlen, mindjárt karnyom után menet, mindjárt nem lesz most egy dám, mindjárt nem lesz most egy dám, s kibíj rabjaitok számot. Nem szántok egy hitetlenet, mindjárt karnyom után menet. Gyertek még egy kicsit várunk, míg a bótajtóig járunk. Te voltál, aki engem egy gyalázatba, kárba és kétségbe dűjtöttél?
Te hamisítottad meg azt a lottériát! Szólj! Reszkes! Hallj meg! Uram, igaz? Oda megyek. Ujjaj. Jaj, kiflim! Jaj, kiflim! Lecsendes gyilkosság, merül azon pihóság! Megérdem lette az ember, csak gondoljátok meg! Az expeditor megvesztegette, hogy az én elemítatásomra tegyek ki 2 óráig az én számjaimat! Azután, mintha csak konfúzióban esett volna, a valósággal kijött számokat rakja ki, és lássátok, ezzel engemet milyen galibába kever, mind magamra, mindenre az asszonyságra nézve! Sümegen vettem észre megcsaladtatásomat, ott a stáción új postalagokat akartam váltani, és hát látom, hogy már egészen más számok vagynak kitéve. Azonnal visszafordultam, és hát látom, hogy már itthon is azok a számok vagynak kitéve. Már minden tudva van előttem, megérdemelte a halált. Még egyszer agyon lövöm. Tehát az asszony aluszik, vagy csak tetteti? Az egereket akarja elveszteni. Ó, Jézusom! A mi asszonyunk oda van. Az Úr ölte meg. Micsoda élt ember? Igen, az Úr. De az Isten megveri az Urat, mert az Úr gyilkos. Szegény asszonyunkkal is Úr van. Szegény Isten irgalmazzon bűnös lelkének. Mérget vett. Már most az is halva fekszik. Az Isten megveri az Urat, verje is meg! Uram, hadd nézzek az Úr tenyerébe. Én próbált ember vagyok. Ez az ér ez a szívvere. Ez a vége itt megy. A másik meg sok ember tenyerét néztem, már jártasköltes kiromantista vagyok, hanem az Úr. Titkos mesterségemre esküszöm, soha el nem kerüli bocsánatot, kérek az akasztófát. Kérem, kérem, mindjárt megmutatom. Ez a húzás közébe kötélni, ez pedig matematica és egy valóságos akasztófa. Na most mit tud rá az Úr mondani? Balon! Látja, édes lépítlott úr, az asszony már tajtékott úr. Ha más bele kristét nem szúr, elszakad benne a bélhúr. Máját a méreg ellette, mely ellen hasznos recepte, keresetlen fát találni, s azzal attal pát piszkálni. De az az Úr, ki ott fekszik, már a sírtól nem menekszik. Már ennek a preskripció csak az egy végső addió. 100 000 ördögök, iszonyodjam a magamtól. Szerencsétlen asszony, szerencsétlen ifjú, kegyetlen áldozatim. Itt a bűnös, itt a bíró, itt a bosszú álló. Elégedjetek meg, ez az Úr! Más világ, fogadj be engemet! No, felsültél akasztóka. Hazudott a másik strófa. Na, már bizony sok. El is puff, aztán lehetett. Megment puff, puff, bizonyos nem a másik is puff. Ó, Jézus, én itt vagyom ezt a házat. Egy percig sem mernék az éjszaka itt hálni. Ah, szerte, mint Martálem! Jeruzsálem, Jeruzsálem! Jó estét, édes gyermekeim! Hogy vagytok, az Isten áldjon meg bennetek? Mert bizony azt gondoltam, sohasem érkezek már el idáig. Sohasem juthatok el. Azt gondoltam, hogy csak nem láthatom meg már többé Kanizsát. Tehát ti nem is szóltok, fiaim. Talán bizony nem is este. Micsoda az emberked, zilenz este, bazus! Menjen, Ken, ki, hát Isten adta, beteg van a háznál. Igen, mindenek, hogy ez az Úr kiabál. Jaj, jaj, édes atyám uram, édes atyám uram, hát elégen nem láttam az én édes atyámat, hát ki légyom valamit a mátyámból. Azt a édes fiam, ezt jól megbecsül, ez az utolsó kenyeremnek a maradék. Piskót agyan átedd azt. Jaj, édes fiam, hát
Te halál, aki legelőször megesmertél, te, ki még magadat is alig ismered. Mások pedig okosabb létekre, ahol három esztendők alatt egészen elfelejtettek. Hát csak édes fiam, nem tagadhatja meg magát a természet. Abba vagyok én, akinek te gondolsz. Ennek a háznak ura. Én a szerencsétlen karnyom. Ó, Jézus! Hát hol járom, jó urunk? Talán égből szállott le közénk erre a szomorú napra. Igaz, hogy ez szomorú nap, én kell doktor, hóvér és ma. Az igaz, édes Boriskám, az égből szállottam hozzátok. De az vezérlett engem minden mutatva. Jól tudhatjátok, hogy éppen három esztendeje lesz, hogy kereskedés véget Grécbe kimentem. És akkor Grécz és Triest közt, az akkori időben, az ottan kóborló franciáktól, majd még most is előttem a vércopó tigrisek képe, elfogadtattam. Mindenemet felhúzták, még a rajtam valót is lehúzták, csak egy fillért sem hagytak nálam. Én mint aféle kereskedő eleget protestálgattam nékiek, de ezekbe az emberiségét levetkezett emberekbe semmi indulat nem találkozik. Én a kétségbeesés miatt összetaláltam kapni tisztesekkel, akik csak abban különböznek a tartomány pusztító harambasától, hogy sejjen posztó volt van a kaputjuk. Szóról szóra ment a dolog, már akkor Bilincsbe voltam véve. Így bánnak ezek hatalmukba esett jámborra. Engemet a kétségbeesés és a velem való méltatlan bánás sokra vitt. Nemzetjeket, vaderkölcsöket, sőt, nevöket is kárhoztattam. Mit nyertem véle? A vezér pártiába béhurcoltak, engemet arisztokratának, anarchistának, a közcsendesség megháborítójának, emigránsok barátjának, az egyenlőség ellenségének, a nemzeti együttműködés megrontójának, az emberiség mocskának, és még Isten tudná előszámlálni, mi mindennek neveztek, és engem minden mentségem nélkül fogságba, Mantuába küldöttek, abba a várba, melyet ők az ő kevés lelkökhöz képest győzhetetlennek tartottak. Hát, itt voltam én fogva, édes fiam, sok olyan érdemes emberekkel együtt, az ott uralkodó eszelőségnek baráti nem voltak. Csak józan életű, józan erkölcsi emberekkel szenvedtem én együtt. Kiket a világgal játszó franciák az emberiség pártfogása mellett, az emberiség ellen üldöznek és sanyargatnak. Hálá légyen a mindeneket bölcsen vezérlő Istennek! Eljött valahára az az idő, melyben a mi győztes seregeink megreszkedtették az Alpeseket és a Pádus partjait, és Szuvarov mantuát megvette. Szuvarov, a ma hadban őszült vitéz vezér, ki csak a szótárakból esméri a félelmet. Ez a történet nekünk oly kedves volt, és oly igen örvendetes, mint amilyen szomorú a franciáknak. Mi mindannyian kiszabadultunk, passzus nyertünk, magam pedig még úti költséget is néven jószívű hadi tisztektől, akik itt Kanizsán szegény házamban megfordultak. Az Isten éltesse kedves fejedelmünket, a többi hatalmasságokkal együtt, éljen a vitéz Szuvarov, Mantua meggyőzője! Édes fiam, sok szóbeszéd közben majd megfeledkeztem segény reganyátokról, hát az élet. Értem, meghalt már az Isten? Meghalt. Meg. Az Isten nyugosszan. Aztán hány hónapja vagy eszembe? Nos, hol éppen ez az? Éppen most már állok. Meghalt, és miatta már az ördög elragadta e két urat is magához. Jó lábat a stafétához. Az asszony arzenikumot vett be. Az az úr, legyújtta a másikat. Nagy haragvás volt, egyébként semmi sem. Istenem, Uram, miért is vezérlettél haza? Tömlöcből kriptába jöttem. Egy vénember várattyába csak esmerő magában ifjúságát öregségét siratozzam. Mire jut étvénységemre, sokkal teljes életre, nem remélek öregségét.
országában, hol nincs semmi aggodalom. Kérek szép királyné, a gyémánt palotában lakom. A legtöbb csodát karakallán az éjjeli ágyba teszek. Bámul az embernek szeme, példa ez a furcsa gyerek. Tündérek szép királynéja, íme létezzen nekem. Azt hiszem látja, de nem tudja, hogy származtál szép gyermekem. Mit parancsol? Minek is szólsz? Már tudhatod, mit cselekedj. Ha tündér vagy, tudnod kell. Mégis itt ez húz, eredj. Mit parancsol? Minek is szólsz? Már tudhatod, mit cselekedj. Hogy azt a négy fantasztákat észrehozzam? Észrehozzad, húz, eredj. Villanték meg nem gebettél, álompor volt, amit ettél. Kejfel frissen, mert majd aznak főz vacsorát az uradnak. De bolond vagy, hogy megholtál? De te még bolondabb voltál? Kopófűz majd mit is mondom? Kelljetek fel, én bolondom! Kelj fel, menj rá a banyára! Miért nem várt jó vacsorára? Ti is hittem, mi strázsártok? Serti, kurti, kurva nyertok! Thank you.